Üdv a félhomályból, ez a Féktenül, tudják a műsor, ahol mindenki azt mondja, amit gondol, és mindenki azt mondja, amit gondol, és mindenki azt gondolja, amit mond. Ilyen egyszerű. Furcsa időket élünk. Semmi kétség, ez a kiborulások kora. Mindenki hüledezik. Idős férfiak azon vannak kiborulva, hogy a fiatal nők miért nem szülnek naponta, meg hogyan merészelik eldönteni, hogy megszülnek-e egyáltalán. Fiatal nők meg azon akadnak ki, hogy őket a társadalom nőnek tekinti, és szülesztené feszt. Pedig inkább női kvótákat követelnének a döntéshozásban, hátrahagyva principiumaikat. A haldoklók és hozzátartozóik a kegyes halálért könyörögnek, viszont egészséges hatalmasságokat az élet nevében ez annyira kiborít, hogy inkább a szenvedést ajánlják, és közben nagyon meg vannak bántva. Most, hogy tombol a járvány, a társadalom többsége a józanész nevében mindenkit kényszergyógykezeltetne, kényszerítve arra, hogy immunválasz csikarjon ki a szervezetéből, amelyet egy vascsövön keresztül befecskendezett folyadékkal lehetne elérni, és hüledezik azon, ha valaki ezen kiborul. A másokat bőrük, színe, származásuk, véleményük, szexuális identitásuk miatt gondolkodás nélkül fejberúgó figurák most a liberális önrendelkezés nevében kérik ki maguknak, hogy oltást követelnek meccsre, kocsmába vagy a Filharmónia koncertjeire. Meg még maszkot is. Szóval mindenki jól ki van borulva. A tudósok azon, hogy hova jutott a világ, amelyben sarlatán idióták milliós nézettséggel hűíthetik a népet. A sarlatán idióták meg azon paráznak, hogy őket miért alázzák a véleményük miatt, amikor a fennhéjázó szakbarbárok által harsogott tények is csak véleménynek tekinthetők. Lehet, hogy szerintük a föld gömbölyű, de nekünk meg más a véleményünk. Demokrácia van, nem? Ezen aztán mindenki jól kiborul. Sokan, akik meg nézői ennek a nagy kiborulásnak, és akiket a hanyatló iskolarendszer nem bértezett fel a kritikai gondolkodás képességével, most rémülten látják, hogy létezik egy ezoterikus belső kör, akik magukat a titkos dolgok tudóinak tekintik, és egy exoterikus külső világ, a szitán átlátni képteleneké, és nekik most dönteniük kellene, hogy kinek is van igaza. Na, nekik tényleg van okuk a kiborulásra, mert nagyon magukra maradtak a sötétben. Mai beszélgető társaim dr. Rusvai Miklós virológus és dr. Pócs Alfréd, önkormányzati képviselő. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Ígérem, lesz szó vírusról, járványról, mindenről. De tényleg mi a véleményük arról, hogy minthogyha úgy tűnne, hogy minden reggel 10 millió apokalipszis lovasa üget ki Magyarországról, és borul ki teljesen mindenféle dolgon, de főleg egymás dolgain. Parancsolj! Maradjunk annyiba, hogy akkor egyel kevesebb. Én például soha nem kiborulva lovagolok ki otthonról a fehér opelemen, tehát maradjunk annyiban, hogy van azért még talán, őszintén remélem néhány ember, aki megőrizte a józanságát, nyitott és kész a párbeszédre, kész meghallgatni a másikat, adott esetben nem győzetik meg a másik által, ő is elmondja a saját véleményét, a másik is elmondja a saját véleményét, és azután ők is, és a környezetük is majd levonja a következtetéseket. Én mindig azt mondom, hogy soha senki én rám ne hallgasson. Az én zsebemben sincs itt a bölcsek köve, tehát nem biztos, hogy igazam van. Én elmondom a magam véleményét, a magam szempontjait, és mindenki ezt átszűrve a saját tapasztalatai szűrőjén, majd magában eldönti, hogy ennek most igaza volt, vagy nem volt igaza. Tehát mindenki leginkább a saját tapasztalatára és a több helyről összeszedett tudására hagyatkozzon. Én is úgy gondolom, hogy az embernek tulajdonképpen csak ismertetni kell azt, amit én látok, vagy amit én gyűjtöttem össze anyagot, és az minden embernek magának kell eldönteni, hogy tulajdonképpen kire hallgat, milyen irányba megy, mert a döntést neki kell meghozni. Senki nem vállalhat felelősséget senkiért, hogyha rossz döntés hoz. Most én először kezdeném egy kis anyagot ismertetnék itt, azért hoztam el, mert én ritkán kapok lehetőséget, hogy ilyen nagy nyilvánosság előtt megnyilvánuljak, és egy-két dolgot elmondanék, amit az én álláspontom, hogy végül is ez is legyen publikus és hangozzon el, hiszen úgy látom, hogy velünk szemben a hivatalos álláspontot, tehát a mainstream álláspontot képviselő
orvosok, professzorok nem nagyon óhajtanak leülni, úgyhogy nagy tisztelettel köszönöm Rusvai tanár úrnak is, hogy tényleg eljött ide Egerbe és meghallgat egy kicsit engem, meg ugye egy kicsit képet kap erről is. Én legfontosabbnak a vírus betegségbe a tüskefehérjét tartom. Ez mindennek az oka, ez derült ki. És egy olyat, hogy 2021. június 14-én ugye Richard Pomeranz és csapata Science Advances-ben megjelentett egy cikket, amiben az a lényege, hogy az RNS átíródhat DNS-re egy sima DNS polimeráz segítségével. Ezt megjelentették a Thomas Jefferson Egyetemen, született meg ez a cikk, és ez mindennek az alapja. Ugye eddig azt tartották, hogy ha beoltanak, 4 óra múlva 50%-a, 48 óra múlva 100% felszívódik, eltűnik, csak lokális hatás van. Ez a felfedezés viszont ugye már az oltás közbe érkezett, és ilyenkor el kéne gondolkozni az oltást elrendelőknek, ha van egy ilyen tudományos felfedezés és cikk, akkor át kell gondolni, hogy ha tényleg átíródik az RNS DNS-be, akkor mi történik? Ugye HIV-nél már van egy olyan reverse transzkriptáz, ami szintén átíródik RNS DNS-be, ezt eddig is tudtuk, azóta már végeztek kísérleteket, például spermiumokba sikerült ugye ezzel a RNS-t bejuttatni, ezzel a sima DNS polimerázzal, úgy hívják, hogy téta polimeráz, tehát ez lenne a lényege. Tehát ez mindenféleképpen sikerülhet. És akkor ki is kerestem rögtön egy cikket, amit nagyon sokan hivatkozunk rá, egy japán kutatás, Pfizer bizalmas az a neve, mert ugye ezt a Pfizernek kérte föl a japánokat egy állatkísérletekre, ugye farmakokinetikai, tehát hogy mozog az oltás a szervezetbe, farmakokinetikai vizsgálat volt. És ugye a lipid nézeket nézték elsősorban, hogy hogyan vándorolnak a szervezetben, radioaktivitást nézték, tehát izotóposan megjelölték, és folyadék szcintillációs számlálással nézték meg, hogy melyik szerve hogy halmozódik fel. És ez egy alapvető kísérlet volt, ezt úgy szivárgott ki, természetesen hivatalosan a Pfizer nem akarta megjelentetni, mert ebből világosan kiderül, hogy 1 óra, 2 óra, 4 óra, 8 óra, 24, 48 óra, hogy vizsgálták külön a szöveteket, hólyag, mellékvese, csont, csontvelő, agy, injekció beadási helye, vese, vastagbél, máj, tüdő, hogy tűnik, és mindenhol megjelent a vírus, és megjelent a tüskefehérje. Tehát ez egy olyan alap, amin el kell indulnunk, és ugye a lipid fölhalmozásból következtettek, hogy a tüskefehérje menni, és például csak a csontvelőnél, ha belegondolok, mint orvos, a csontverőnél kóros fehérjék kezdenek el szaporodni, leukémia, limfóma, ugye trombocitopénia, sok minden betegséget okozhat, és ezek a tünetek, amik megjelennek, ezek úgy hivatalossá válnak. Ezeket megerősítette nagyon sok tudós is, Brian Bridle például, és őket azért említenem, hogy ő már februárban figyelmeztette a WHO-t levélbe, hogy ez bejuthat a keringésbe, és ha bejuthat a keringésbe, bejuthat a szövetekbe. De van még más is, akire hivatkoznék, ugye Patrick Whelan, aki Kanadába, ott is végeztek EU dolgozókon hasonló kísérletet, és 11 EU dolgozóból 4-ben, vagy 2 kivételével, 4 órán belül megjelentek ugyanúgy a vérbe a tüskefehérje és a vírusrészek, amik az oltottak voltak. 2 kivétel lehetett az, hogy az a placebo volt, azért is lehet mondani. De Van den Bossche, kiváló PhD-s biológust, virológust, őt is megemlítem, aki viszont már május-júniusban a WHO-nak írt egy 12 oldalas levelet. Jó, tehát sokan jelezték, és azt nem értem, hogy miért nem reagál erre a WHO, az állam vagy az egyes országok, hogy ez tény, tehát cikkekkel meg van erősítve, tehát bejut, és innen kell kiindulnunk, hogy a tüskefehérje és a vírus bejuthat a vérbe. Most nem is folytatnám, majd visszatérek még rá, de akkor várom a tanár úr véleményét ezzel kapcsolatban. Én nem hoztam tudományos cikkeket. Szerintem a tudományos eredmények megvitatása, a tudományos vélemények ütköztetése az tudományos fórumokra való. Én úgy tudom, hogy ez egy közszolgálati műsor, egy olyan műsor, amit többnyire laikusok néznek, tehát az, hogy különböző szaktekintélyekre, tekintélyes folyóiratokra hivatkozunk, és tudományos véleményeket, eredményeket ütköztetünk.
én szerintem nem feltétlenül idevaló. Nyilván hónapok, évek alatt ezek a tudományos érvek majd ütköznek, és végül lehet, hogy egy idő múlva majd leszűrődnek különböző eredmények, következtetések, amiket majd figyelembe lehet venni. Itt mindig figyelembe kell viszont azt is venni, hogy itt most az idő sürget, tehát nekünk egy járvány közepette el kell dönteni, hogy az eddig rendelkezésre álló információk alapján minek van nagyobb kockázata, az oltásnak, vagy pedig aznak, hogy nem vakcinázunk. Lehet, hogy hosszú távon majd előjönnek különböző káros következmények, én ezt nem tagadom, de most szükséghelyzet van. A doktor úrnak nem kell mondanom, hogy múlt század előtt, tehát az 1800-as években felfedezték, hogy a kloroform és az éter narkózisra alkalmas, elaltatták a betegeket, úgy végeztek műtéteket, amik korábban rendkívül nagy fájdalommal jártak, majd ezelőtt 70 évvel, 1960-as években felfedezték, hogy az éter és a kloroform súlyos májkárosító hatással rendelkezik, és azóta ezeket a szereket nem alkalmazzák altatásra, mert nagyon károsak. 100 évig ezzel altattak, érzéstelenítettek műtétek közben. Szerintem, ha feltették volna a kérdést valakinek, hogy nézze uram, magának le kell vágni a lábát, étert alkalmazunk, de ez az éter ki fog derülni, hogy a maga máját károsítja. Alkalmazzuk az ételt, vagy nem? Nagyon kevés ember mondta volna, hogy nekem ne tessék adni a kloroformot meg az ételt, hozzanak egy bőrszíjat, láharapok, vágják le a lábamat, mert én a májamat féltem. Tehát hosszú távú, később jelentkező, minimális mellékhatások miatt nem célszerű egy akut veszélyt és egy akut szenvedést esetleg ráengedni sem egyénre, sem társadalomra. Tehát én úgy látom, hogy most kisebb a kockázata adott esetben ezeknek a vakcináknak, amik több klinikai tesztben bizonyították már, hogy akut veszéllyel csak minimális esetben, esetszámban rendelkeznek. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a hozadéka nagyobb, mint a kockázata. Akkor visszatérnék erre az ételre. Az étert, ha 100 év múlva kiderült, akkor logikus, hogy megszüntették. De most mi jelezzük itt most. Jelezzük, meg a többi tudós is jelezi, hogy baj van. Baj van, mert az oltottak a tüskefehérjét termelik, azt a toxikus anyagot, azt a méreganyagot, ami a fő forrása a vírus által okozott betegségnek is. És ugye most én nagyon helyes, hogy megkérdezni az embereket, hogy ételrel elaltassuk, vagy nem, ha mondom a szövődményt is. Igen, de nem lehet kötelezni, kötelezően oltatni. Érti? Itt ez az ellentét, befejezem, hogy tehát kötelezően, itt kötelezően elrendelik azt, ami halált okozhat, súlyos betegségeket okozhat, nincs fölmérve, kísérleti stádiumban van, génmanipuláció. Ezt nem lehet kötelezően, tehát ebből ez jön neki. Parancsoljon. Egy, a tüskefehérje nem toxikus. A koronavírus káros hatását nem a tüskefehérje okozza, ezt a tüskefehérjét nyugodtan be lehet önmagában fecskendezni bármilyen mennyiségbe. A koronavírus káros hatása annak következtében alakul ki, hogy a koronavírus bejut a szervezetbe, ott elszaporodik, elsősorban az ereg belső felületét bélelő endotel sejtekbe, jut be, azokat tönkreteszi, érkárosító hatása van, ezért jelentkezik elsősorban keringési betegségben szenvedő embereknél, illetve szívizomsejtekben szaporodik, tüdőhámsejtekben, és még nagyon sok helyen szaporodik, ahol a receptora, ez az úgynevezett AC2 receptor előfordul, tehát a sejtkárosító hatás és a következményes gyulladáskeltő hatás az, ami a betegséget és adott esetben a fertőzött személy halálát okozza. A tüskefehérje önmagában ártalmatlan, csak ha a vírussal együtt jut be, és a vírus elszaporodik a szervezetben, akkor
halálos. Egy pillanatra, mint laikus, hogy érdeklődéssel figyeltem ezt a beszélgetést, de hát tényleg a műsornak végül is az lenne valahol a célja, hogy megértsék az emberek jobban ezt a dolgot, hogy egy kicsit térjünk már ki a tudomány miben létére, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Tehát, hogy vannak ugye szaklapok, amikben tudósok, mindegy, hogy tekintélyesek vagy nem tekintélyesek, ugye az egy szubjektív minősítés, tudósok írnak cikkeket. Ezeket a szaklap minőségéhez mérten valahogy validálják, tehát lektorálás alá kerülnek ezek a cikkek. Az azt jelenti, hogy még tekintélyesebb tudósok ezeket az eredményeket ugye elemzik. És hogyha elemezték, akkor a kiadását, a publikálást ugye javasolják, tehát ugye peer review alatt álló cikkeket hallunk, leginkább egyébként ilyenek vannak, mert hogy maga ez a folyamat, ez egyébként nagyon hosszú, nem? Tehát, hogy az, hogy egy komoly cikk megjelenik egy komoly szaklapban, az nem egy rövid folyamat. És akkor most ugye visszatérve arra, amit professzor úr is mondott, hogy ugye egy akut helyzet van, tehát egy nagyon sok cikk jelenik meg, ami még tulajdonképpen peer review cikk, tehát még ellenőrzés alatt álló cikk, és a tudomány saját logikája, amit egyébként az emberek nem tudnak, és szerintem itt van az oktatási rendszer legnagyobb problémája, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mit fogadunk el tudományos igazságnak ma a világban. Ez egy alapvető filozófiai kérdés a görögök óta, tehát ezt állandóan taglalják, ugye, hogy mikor igaz valami, egy állítás. És ezek a cikkek, ha én jól értem, akkor tulajdonképpen ezek mind vitatémák, és vitathatók is. Sőt, az egy nagyon erős állítás, több ezer éves állítás, hogy igaz csak az lehet, ami cáfolható. Hogy ennek a tartalma azt jelenti, hogy azokkal van értelme vitatkozni, amiket meg is lehet cáfolni, hiszen ex-katedra kijelentéseket, vagy éppen hiteket, azokat ugye nem lehet cáfolni, mert azok adottak. Azok nem cáfolni, vitatni. Vitatni, igen. Hát, de így aztán cáfolni se, hiszen nincs az egésznek ugye semmiféle olyan alapja, ami a mi formális kétértékű logikai rendszerünkbe ugye eljutna a cáfolatig. És már ez is tudom, hogy túl bonyolult, amit mondok, csak ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy ez a tudományos világ, ez egy kicsit szétfejlődött az emberektől, én úgy látom. Hogy ahogy doktor úr is mondja ezeket az ő álláspontját, hogy sajnos ezt az emberek nem értik meg. És ugye itt jön még ráadásul az orvoslásnak ez az ezoterikus része, hogy ez az orvosi olyan attitűd, ami a bezárkózást mutatta, és ugye a kiválasztottság és a belső titkok, információk tudóinak tüntették fel az orvosokat, ugyanezt a jogászok is megcsinálták. A papság, ugye, akik egyébként nyitottak, amikor leálltak a latin misézéssel, minden, tehát elkezdték közérthetőbbé megfogalmazni az üzeneteiket, hogy a tudósok mintha erről lemaradtak volna, és nincsenek közérthetően megfogalmazott tudományos üzenetek. Hogy én ezt látom most az igazi kommunikációs problémának itt mindenki között, hogy nem értik. Hát azért válaszolni kell le, a tüskefehérje mindennek azok a higgye el, tehát ezt akár rengeteg cikkben meg tudom erősíteni, ugyanis boncoltak embereket, és komplett vírusokat nem találtak, tehát a genom rész nincs benne a naro rész, de benne van a tüskefehérje, és úgy mondták, hogy pseudovírus találtak, 13 betegnek agyát boncolták, stb. A tüskefehérjének az a lényege, hogy mindenhova el tud menni, bárhova megy, gyulladást okoz, és trombózis, ez az alapja az egész betegségnek, a gyulladás és a trombózis, ha nagy fokú, akkor jön a vihar, citokin vihar. Na, visszatérve erre, hogy ugye a tudomány nagyon bűnös, de az a baj, hogy a tudomány fölött ül a politika és a pénz. Pénzen meg lehet vásárolni a tudományt, és vannak hivatalos tudományok, akik eladják magukat. Meg lehet vásárolni munkákat, tudományos munkákat, higgyel, meg lehet. Én rengeteg cikket olvasok, orvosom be a saját szakmámba is. Meg lehet, de a tudományt, egyik, az előbb azt mondta, hogy a tudomány. Tudományt is. Egyik héten megjelenik ez, másik héten 180 fokos ellenfordulata a cikknek. Hogy jelenhet meg ugyanabban az újságban? Hát ez a tudomány lényege egyébként, nem? Hát, hogy egyszer ezt hiszi, másszor azt. Itt az a lényeg, hogy a politika ül a tudományon, és nem veszik figyelembe, itt ha csak egy pici esély van, itt van például a szennyező anyagok, hogy milyen szennyező anyagok vannak még a vakcinákban.
Ugye csak legutóbb 1,6 millió ampulát dobtak vissza Japánba, rozsdamentes acél és gumi reszeléket találtak, persze nanoméretbe benne. Tehát olyan dolgokat, ami egyszerűen elképzelhetetlen, nem beszélve a morgellonokról, a nanocsippekről, stb., amit szintén kimutatnak és benne van. Én azt kivogásolom, hogy ha vagyok én egy állam, politikus, aki felelős vagyok a népem egészségéért, akkor miért nem vizsgálom ki ezt? Ha ezeket a jelzéseket kapjuk a tüskefehérről, ezt, azt a vonalat is, akkor a kormánynak, a tudománynak ki kell vizsgálni, mert emberi életekről van szó. Azért majd foglalkozunk azzal, hogy tanár úr is fölvetette, majd foglalkozunk azzal, hogy hogy férünk hozzá az adatokhoz, hogy mennyi oltott és mennyi oltatlan hal meg. Tessék mondani, majd erről beszélhetünk. Ez most nagyon sok kérdés volt, tehát hogy akkor vizsgálják-e az oltásoknak az összetevőit, például a nanocsippeket, vagy pedig ez így átsiklik és megbíznak. Akkor hogy reflektáljak az egészre, tehát kétségtelen, hogy a politika ül a tudományon, sajnos ez ellen hiába ágálnék. Tudjuk, hogy például a Szovjetunióban Lisenko és társai abszolút elnyomták a tudományos álláspontokat, olyan genetikai áltudományos tanok jutottak érvényre éveken, sőt évtizedeken keresztül, amik később cáfolatot nyertek. Ahogy ön is mondta, a tudományban az a szép, hogy érvek ütköznek. Hosszú távon nem lehet hamis tudományos állításokat fenntartani. Tehát mondhatom én, hogy a Föld áll és körülötte kering a nap, de egy idő után azért lesznek, akik akár mágiára is mennek azért, hogy ennek az ellenkezőjét bebizonyítsák, holott a politika, az akkori politikának az volt a hivatalos álláspontja, hogy egy geocentrikus világkép az uralkodó. A Szovjetunióban a Lisenko ére alatt nem volt genetika, nem volt pszichológia, tehát egy csomó tudományág nagyon megszenvedi adott esetben a politikának az önkényes és az életre általában rátelepedni kívánó igényét. Ezt tehát én tökéletesen elfogadom. A politika rövid távon dominálhatja a tudományt, de nem világszinten és nem örökké. Tehát előbb-utóbb, mint egy búvó patak, az eredmények és a cáfolhatatlan tények határozzák meg azért a tudománynak a menetét, tehát előbb-utóbb az igazságra fény derül. És akkor most visszatérve, igen, ilyen vizsgálatok folynak, természetesen minden egyes vakcina sarzsot, minden egyes termelési egységet tisztaságra, ártalmatlanságra meg kell vizsgálni. Ezek országos intézetekben is történnek, illetve a különböző hatóságok, európai szövetségi ellenőrző intézmények ezeket a vizsgálatokat rendszeresen végzik. Ennek eredménye az, hogyha adott esetben valami rendellenességet találnak, akkor igen, visszahívják az adott gyártási sort, de ugyanígy halljuk azt is, hogy a Toyota gépkocsit visszahívták a hibás légzsák miatt, vagy a Fordot a fékbetét hibája miatt. Tehát ilyen anomáliák sajnos minden gyártás, minden emberi tevékenység során kiderülnek, adott esetben ilyenkor a gyártónak a felelőssége az, hogy ezeket rendbe hozza. Itt azért még egy nagyon rövid megjegyzés, hogy ellentétben a politikával, a tudományban a tévedés az egy rutinszerű dolog. Elfogadott. Persze. Hát ez a, ugye, én is fenntartom magamnak a jogot, bocsánat, hogy tévedek. Igen, de hogy a politikusok valamiért ugye azt a képet akarják magukról sugallni, hogy ők tévedhetetlenek. Ugye a kommunikációjuk arról szól, és a másik politikusnak a legnagyobb bűnének tudják be, ha valamiben tévedett, rosszul ítélt meg. Bocsánat, akkor erre hagy. Igen. Ugye az a különbség a politikus és a tudós között, hogy a tudós, ha igaza van, és kételkedik abban, hogy igaza van. A politikus meg, ha nincs igaza, akkor is biztos abban, hogy igaza van. Tehát ez a különbség a kettő között. Én mindig a saját állításomat kell, hogy megkérdőjelezzem legelőször.
Képviselő úr egyben politikus is egyébként, de nem is ez a lényeg, hanem mondott egy nagyon fontos dolgot, és szerintem az egyik meghatározója most a közgondolkodásnak, hogy nincs információnk. Ugye mondta, hogy nem tudjuk, hogy az oltottak, oltatlanok aránya, hogy néz ki most a kórházban, kik kerülnek súlyos helyzetbe, egyáltalán mi van velük, és ez az adat, ez nyilvánvalóan rendelkezésre áll. Így van. Szivárogtatások vannak, gerilla akciók, tehát néhány orvos a saját környezetébe körülnéz, ugye a Nemzet plakátarca azt mondja, hogy az egyetemeken úgy látja, hogy ott nincsenek, ugye oltatlanok hanem a kórházban, vagy a lélegezte, vagy nem intenzív osztályon. De hát ezek mind nem reprezentatív adatok, és egyáltalán nem tudunk semmit. Ez aztán bizalmatlanságot szül, gondolom. Erre ez egy érdekes kérdés, kérjünk vissza. Tehát ugye Merkeli úr azt mondja, hogy 1% az oltottak náluk a kórházba, de hál' Istennek a Gulyás Gergely azért vette a fáradtságot, és mondta azt, hogy olyan, mint az országos, vagy a világ átlag, vagy Európa átlaga, lehet ezt mondani, tehát 50-50%. Ő ezt kimerte mondani. Azért megjegyzem, hogy ő se nem ezt mondta egyébként, tehát 40-60-at mondott, de hát mindegy. Hát durván 50-50%, tehát Gyulán ezt mondta. Azért majd róla is el kell gondolkozni, a harmadik oltás után hova tűnt, tehát eltűnt a köztudatból, megkapta a harmadik oltást, tehát a harmadik oltás az azért nem egy sima oltás. Tehát akkor a politikusok ellen a harmadik oltás a legjobb védekezés? Igen, igen, lehet, hogy ez tűnik. Jó, akkor visszatérve erre, hogy mennyi. Azért én utána tudok kérdezni, mint orvos. Például, mit tudom én, a barátom benfekszik, rákérdezem Szegeden, most feküdt be, holnap jön haza, a Covid osztályon egyetlen egy volt, aki oltatlan volt. Akkor ugye Korányi kórházat is fölhívtam, ott is van ismerősöm, aki megkérdezte, ott van egy 80 ágyas osztály, olyan 25-30 beteg szokott lenni rajta, mostanában ez a múlt héten volt, és abból is egyetlen egy volt, aki oltatlan volt. Azért utána tudok nézni, meg lehet nézni, és akkor például az a szemlélet, ami ott is kialakult a Korányiba, hogy meghal, azonnal zsákba teszem, 10 perc után leviszem, fél órán belül elégetem, mert van kazán lehetőségük elégetni. És ugye régen 2 órát kellett várni, mert bárki magához térhet az ágyba, van, aki a hullaházba, van, aki a temetésen, van, aki a temetés után a koporsóba, ilyen is volt már, ami föltámad. Tehát ezek egy nagyon durva dolog, és ott ki van adva például, hogy a covidosokat nem kell újraéleszteni. De ez most nem csak a Korányira rossz, mert ez az egész Európában, ha utána olvasok. Tehát ilyen tendenciák vannak, hogy félelem miatt, hogy most azok vírus terjesztenek, és elkaphatom, mintha nem boncolok. Tehát ez borzasztó dolog, ezt most is el kell mondani, a boncolás, amikor nem tudjuk, hogy pontosan. Külföldön már történnek boncolások is, lépünk előre. Meg kell változtatunk, a beteg érdeke a boncolás vissza. Nem az, hogy elégetem, hogy nyoma ne maradjon, milyen gyógyszert kapott, mit kapott, milyen adagba. Romániában most följelentések vannak, a kórházakban nyomoznak, pontosan ki tudták nyomozni, hogy mennyi gyógyszer jutott, például kábító fájdalomcsillapítót adtak, és kijött, hogy amennyit egy fél év alatt ugye beteg megfordult, mindegyiknek a kétszeres toxikus adag került felhasználásra. Tehát ezek olyan dolgok, hogy nem szabad lenne. Nem szabad lenne, ez pedig nyitott adat, nyitottan kéne. Angliában például nagyon szépen megvan. Angol adat, ugye a EU biztonsági ügynökség, azt ajánlom mindenkinek megnézni. Elmondok egy adatot, ugye, ami nagyon fontos, hogy milyen hatásfoka van a Pfizernek vagy bármelyiknek. Ugye jöttek, hogy 95-97%, és akkor megjelent egy ilyen cikk, ugye 2021. április 20-án a Lancetbe, amiben azt hozták ki, hogy ugye kétféle lehetőség van, az oltás hatékonyságát relatív kockázatcsökkentésként értékelni, vagy abszolút, és hogyha abszolútban néztem, tehát ők válogatott beteganyagot csináltak 55 év alatt, csak egészségesek szinte, kiszelektáltak a 43.661 betegből 3.410-et, akik ugye esetleg elkaphatták volna, és így kiosztak egy 162 fertőzőt, 8 fertőzőt az oltatlanoknál és az oltottaknál 8-at, nem használták a PCR-tesztet, stb., és kijött, hogy 1-2% a hatékonysága. Most legújabban ebbe az angol fórumban, ahol meg lehet nézni, hogy ez a biztonsági ügynökségnek, -124%
a 30 év fölöttieknek a hatékonysága az oltásnak. Mit jelent a mínusz 124%? Elmondom. Azt jelenti, hogy ha lemegy nullára, az teljesen érthető, teljesen elfogy az antitest. De hogy átmegy mínuszba, az azért van, hogy a tüskefehérje miatt károsodást szenvedik a szervezet, károsodást szenved folyamatosan, az immunrendszert leviszi, elindulnak az öregedési folyamatok, stb., és így csúszik át mínusz 124%-ba. Ez le van írva, ez egy hivatalos adat. Tehát, egy pillanatra engedjük Rusvai doktort is reagálni erre. Csak egy nagyon rövid megjegyzés azért a nézőknek, hogy azok az adatok, amiket most elmondott, az mind abba a körbe tartozik, amiről az elején beszéltünk, hogy nem tudjuk. Tehát azért hangozhatnak el most is itt ilyen adatok, mert nincsenek nyilvános adatok. Tehát én most jó szívvel nem tudom megcáfolni, hogy csak egy ember oltott a kórházban, mert nem tudom, mindenféle belső információk keringenek, de valamiért a politika úgy döntött, hogy ellentétben nagyon sok országgal, Magyarországon ezek az adatok nem hozzáférhetők nyilvánosan. Parancsoljam. Én csak azt akarom mondani, hogy a doktor úr itt tekintélyes lapokra, Science, Lancet, egyéb a világ élvonalbeli tudományos lapjaira hivatkozik, teljesen jogosan, és csak a saját álláspontját alátámasztó cikkeket hoz. Legalább 100 másik cikk az ellenkezőjét bizonyítja ugyanezeknek az állításoknak, azt, hogy az oltás hatékony, jó, előnyös. Én még egyszer mondom, ha elfogadjuk a tudományos lapok állításait, és súlyozzuk is őket, akkor sokkal több érv, tudományos érv, ezekben a lapokban megjelenő tudományos érv szól az oltás mellett, mint ellen. Én úgy gondolom, hogy a tudományos érveket, még egyszer mondom, nem ezen a fórumon kell ütköztetni, és én nem hoztam ilyen érveket, nem azért, mintha nem lennének, hanem azért, mert nem ez a helye ezeknek az érveknek az ütköztetésének, de ha a doktor úr elfogadja ezeket a lapokat releváns, és az orvosi közvéleményt és a tudományos közvéleményt befolyásoló lapoknak, akkor az ellenkező irányultságú cikkekből is kellett volna hozni, amikből sokkal többet talált volna. Forduljunk, akkor parancsolj, nem... Válaszolnék. Igen. Tehát egyetértek maximálisan. Ezekből a cikkekből kevés van. Abból kilószámra lehet mérni. De nem a kiló számít, hanem hogy mit tartalmaz. Tehát ha olyan cikk tartalma van ennek például, ami az oltást befolyásolhatja, hogy nem lehet kötelező vitel, mert mi azért küzdünk, hogy ne legyen, főleg gyerekeknek. Én is a gyerekeknek nem lehet, érthető? Ne akkor ezeket azonnal reagálni kéne a tudománynak is, és a politikának. És a tudomány azért nem reagál, mert ott van mögötte a politika. De a politika is azt mondja, hogy ne legyen kötelező. Van olyan ország, ahol kötelező az oltás, mondjon egyet. Az egészségügyben például Európa mondjuk egyharmadában. De általánosan. Még általánosan nem kötelező. Na de ez majdnem kötelező, hogyha Magyarországon most ezt meghozták tulajdonképpen, hogy minden munkahelyen lehet kérni azt az oltási könyvet. És hányan kérik? Még nem tisztázott. Nem. Még nem tisztázott. Nem, még szerintem is ez flexibilis, hiszen ez nem lehet, mert leáll minden. De nem kötelező minden. Hát igen, de azért azt látni kell, bocsánat, hogy ebbe így megint laikusként vele szólok, hogy azért azokon a munkahelyeken, ahol egyébként dolgozói felesleg van, vagy valami olyan probléma van a működésükben, hogy már elbocsájtásokra kell, hogy gondoljanak, ott ez kapóra jön. Tehát amikor delegálja, nem is delegálja, inkább letolja ezt a felelősséget a munkáltatóra az állam, akkor ezzel tulajdonképpen megnyit egy olyan lehetőséget, hogy ahol munkaerőhiány van, ott mit érdekel az egészségügy, ott nem számít ez a dolog, hiszen nem mondhatom a volánnak, a mávnak, hogy legyenek oltottak, mert akkor nem indulnak el a vonatok, ugye? Ezt tudja, a Spár meg bejelentette, hogy hát mindenkire rábízza, hát nyilván senkinek nem hiányzik az, hogy ne legyen árufeltöltés. De olyan cégek, ahol pedig vannak problémák, ott ők ezzel élnek, és hát ha úgy tetszik, visszaélnek ezzel a lehetőséggel. Tehát ez megint a felelős állami magatartás, hogy a kötelező oltás vagy nem. És még egy dolgot ne felejtsük. Én azt gondolom, hogy az oltott ember az magáért felel alapvetően. Tehát mindenki, aki úgy gondolja, hogy ez most már van oltás, beoltatja magát, beoltatja, aki meg úgy dönt, hogy nem oltatja be, nem oltatja be. Egyetértek. Az a gond ezzel csak,
hogy ugye egy szolidaritás alapú társadalomban élünk. Tehát az oltatlanok gyógykezelési költségeit, meg egyéb társadalmi költségeit ugye az oltottak is viselik. És hát itt ez az a hivatkozási alap tulajdonképpen, amikor az állam úgy gondolja, hogy rendelkezhet ezzel a felhatalmazással, hogy valakit kötelezhet oltásra. Én azt gondolom, hogy amit Pózs doktor mond, az nem biztos, hogy a távoli jövő a kötelező oltás. Én látok, lehet, hogy Magyarországon nem, mert Magyarországon a politika ebben sunnyog és mérlegel, de ott, ahol mondjuk eltökélt, ott én el tudom képzelni egy-két országban, hogy elkezdik bevezetni a kötelező oltást, egyszerűen csak azért, mert osztanak, szoroznak, és azt mondják, hogy ha a társadalom át lenne oltva, akkor ettől a problémától megszabadulnánk, és a társadalom jobban élne, gazdaságilag jobban járnánk. Tehát én ezt nem tartom ördögtől valónak a kötelező oltása, mint ahogy ez létezik, ugye hát a gyerekeinket azért kötelező oltásban részesítjük, de én is azt gondolom, hogy ez alapvetően az egyén felelőssége. Egyetértek. Igen, csak nem lehet a oltást hasonlítani az általános oltásokhoz. Azokat 5, 10, 20, 30 év alatt alakították ki. Annak megvoltak az állatkísérletei, megvolt minden, ami kell. Csak ugye most ez 2023. január 31-ig harmadik fázisban van ez az oltás. Utána néztem, még 3 évet kéne értékelni. Hogyha normálisan csinálják. Azért ez nem mondható előtt, rendesen hivatalos engedély. Nincs. Most már nem, de nincs. Amerikában megkapta a teljes jogú engedélyt. De nem használják, ugyanis a teljes jogú engedély, el kell olvasni azért a cikkeket alaposan. Igen, elolvastam. A teljes jogú engedélyhez az jár, hogyha Pfizer azt használná, akkor már ő lesz a felelős a beoltott anyagért, és nem az állam, aki alkalmazza, és a Pfizer nem használja még ezt. Amerikában le van írva, el kell olvasni, azt az Amerikát követem, Amerikából küldik nekem a cikkeket. Ez még nincs így. Még mindig azt használjuk, a régit, hiszen akkor a felelősséget át kell vállalni a Pfizernak. Nem is fogja megtenni, ugye? Akkor térjünk vissza egy kicsit a korábbi ütköztetésekhez. Én is a kötelező vakcinázás ellen vagyok, és abszolút egyetértek azzal, hogy ezt az egyén felelősségére kell bízni. Mindenki eldönti, oltatja magát, vagy nem. Ezzel együtt én egyetértek azzal, hogy bizonyos helyeken megkövetelik az oltottságot, ugyanúgy, ahogy bizonyos helyeken megkövetelik azt, hogy a dohányos kimenjen az ajtó elé, és ott szívja el a cigarettáját. Tehát, ha elfogadjuk azt, hogy a dohányfüst és a passzív dohányzás az egy egészségkárosító behatás, akkor ezt el kell fogadnunk azt is, hogy adott esetben az oltottság megkövetelése bizonyos munkakörök, bizonyos helyek, bizonyos közterületek vonatkozásában az elvárás lehet az emberek védelmét a közfelfogás szerint, ugyanúgy, ahogy a nem dohányzók védelmét a közfelfogás szerint biztosítani kell, holott csak statisztikai adatok támasztják azt alá, hogy a dohányfüst az a nem dohányzók szervezetére is káros hatást gyakorol, ha passzívan belélegzik. Tehát, ha ezt elfogadjuk statisztikai adatok alapján, akkor a jelenleg a statisztikai adatok a világban közölt statisztikai adatok alapján el kell fogadnunk azt, hogy az oltás véd. Jelenleg ez a közfelfogás, még egyszer mondom, ugyanúgy, mint a dohányzás esetében ezt fogadjuk el. Szerintem lassan forduljunk rá a... Igen, erre hagylak el. Jó, akkor, és te utána akkor ráforduljunk a következő témára. Tehát az oltással olyan alapvető személyiségi jogokat sértünk, alaptörvényt, egészségügyi törvényt, nemzetközi törvényeket, bioetikai és emberi jogok általános nyilatkozatát, Európa Tanács határozatot, amit mind nagyszámú Európa Tanácsi határozatot 3 nemmel szavazták meg. Ezeket megsértenek ezek. Személyi jog, hogy én mit veszem. Ha az egészségügybe is dolgozom, a papírt, hogy egészségügybe dolgozom, akkor is van jogom ezt megcsinálni. Persze. Én vállalom a felelősséget, hogy dohányozhat-e az egészségügyben a rendelőben? Kijelölt helyeken. De a rendelőben? Rendelőben nem, de ez most a testembe hataló, nem lehet ehhez hasonlítani. De tüdőszűrésre járni kell, nem? Nem. Most már az se kötelező. Sehol?
Én úgy tudom, hogy Magyarországon nem teljesen önkéntes alapon van. Vannak bizonyos egészségügyi kontrollok, tehát például a konyhai dolgozónak el kell mennie időnként szalmonella szűrésre. Aki dolgozik, annak kell munkahelyi évenkénti ellenőrzéshez kell a tüdőszűrés is hozzátartozik, de egyébként nem kell. De hát egy nagyon kemény ionizáló sugárzásnak kell, hogy kitegyem magamat azért, hogy dolgozhassak, és ez eddig természetes volt. Ez nem egy nagyon kemény, ez tévedés. Én magam baleseti sebészeten évtizedeket dolgoztam, úgyhogy 10-szer meg 100-szor annyit sugárzott az a készülék, mert még akkor nem voltak úgy leföldelve, mikor 81-ben elkezdtem. És mégis itt vagyok, meg itt vannak a kollégám. Ez nem olyan vészes. Egy CT, 1000-szer, annyi, mintha 1000 mellkas felvételt csinálnék. Érthető? Tehát az hol van az életemben 1000 mellkas felvételt? CT-t, lehet, hogy minden héten kiírnak nekem egy CT-t. Tehát... Jó, szerintem kanyarodjunk rá a következő témánkra, de értem, amit mond. És... De ezzel együtt, bocsánat, azért az oltás előírása az, nem, hiszen az illető még mindig dönthet úgy, hogy akkor ő máshova megy, olyan helyre még mindig az egészségügyön belül, ahol nem követelik meg. Tehát én ebben nem látok súlyos személyiségi jogi sérelmet. És mi van az egyetemistákkal? Akiket köteleznek orvos egyetemre. Ez már viszont kapcsolódik szóval a következő témához. Ez már olyan etikai kérdés. Hogyan továbbhoz, hogy ugye Rusvai professzor úrnak volt egy kijelentése, amire szerintem sokan felkapták a fejüket, meg címlapon is volt, ugye, hogy lassan rá kellene most már engedni a járványt a társadalomra. Ez persze, hogyha valaki elolvasta ez a cikket. Igen, ez is folyik, meg hogy ez egy sokkal finomabb, meg egy módszert is javasolt szöveg volt. Gondolom ebben azért úgy egyetértenek, hogy lassan itt az ideje annak, hogy a társadalom átfertőződjön. Ez egyébként, hogy mondjam, matematikailag is elkerülhetetlen. Nincs olyan modell, aki azt mondaná, hogy meg lehet úszni, tehát mindenki el fogja majd kapni ezt a vírust, és hát át fogunk esni rajta. Igen, de azt tudni kell, hogy átestünk. Ez a vírus nem most keletkezett, ez 10 évek óta megvan. Szennyvízmintákba, vérmintákba, Olaszországba, Angliába, Franciaországba, mindenhol kimutatták. Ez a szekvencia itt van, tehát régen átestünk. Én garantálom, hogy a lakosság 80%-a már immunis ezzel, és az oltás azért tűnik így, hogy hatékony, mert immunis embereket oltunk be. Nem vizsgáljuk meg, nem nézünk sejtes immunitást, ami igazi választ adna. A humorális ugye állatkísérleteken is, Pfizer-nél is 2 hónapig fölment, 3. hónapra eltűnt. Pfizer azt mondja, hogy fél év múlva 47%-os, ő mondja, 47%-os a védettség. Az aktív védettség. Érthető? Tehát nyáimmunitás, ez tanár úr, hát mi körülbelül egy korosztály vagyunk, hiszen alig van közöttünk 2 év különbség. Ugye ilyen alapdolgokat, én ezt nem felejtem el, járványban nem oltunk. Ilyen nincsen, ezeket nem lehet megszegni. Ugyanis az oltás, aki be van oltva, meg jön az új vírus, a kettő tönkrevágja az immunrendszerét. 2 hétig, ha be vagyok oltva, csak azzal foglalkozik az immunrendszerem, hogy helyreállítsa az oltásnak a nyomát. A nyáimmunitás nem lehet, tanár úr is tudja biztos, mert ezt is mondja, nem lehet oltással, ez most az igazság. Csak aktív nyáimmunitással. Nagyon jól értékelem ezt a mondatát, hogy essünk már végre rajta, menjünk már végre neki. Essünk túl, nem lehet. Injekcióval csak annyit lehet, hogy 2 hónapig fönntartom, már a 3. már leesik, már 1/2 évet elhúzom még valahogy, hogy beteg leszek, nem leszek, de már kell a következő oltás. És következő, ez nem élet, ez nem lehet. Ez nem akkora betegség. Itt az ellátási gyógyszerezéssel, az ellátása, most már világosan látjuk, perek vannak Amerikában, toxikus dózisokat használtak gyógyszerből, nem úgy használták az oxigén lélegeztetést, ugye megijesztették az embereket, erről is essen szó. A lélek, a lelket támadjuk, az ember testből és lélekből áll. Én orvos mindig ezt figyelem, mint sebész is. Ezt figyelem, hogy ha megoperálom, akkor se biztos, hogy meggyógyul, ha egy picit nem foglalkozunk a lelkével. És ma ez a félelemkeltés, tulajdonképpen az oxigénhiány a fulladásba, egy félelem, az a halálba vezet. És ez vezet ide. Jó. És Istent belekeverni azt a dolgokat, hogy nem tudom, tanár úr, mennyire vallásos, de ez a végnek az ideje. Millió látnok megjósolta 10 évvel ezelőtt Mária, ugye Észak-Írországban leírta, hogy 10 év múlva oltani fognak gyerekeket is, és még odaírta, hogy csecsemőket is.
Hát ezzel próbálkoztam kezdeni, de ugye, hogy mintha az apokalipszis lovasai kilovagolnának reggelente, és ezt mondanák. De hát ez valószínűleg nem helyes. Én így gondolom, de ez teljesen mindegy. De a gazdaságot megnézni, az üzemanyag áremelkedés, az, hogy az építőiparban valami 200-300%-kal megemelkedjen, ilyen infláció nincs. Fölmegy 1-re, 2-re, 3-ra, 4-re. Most hirtelen kétszer értető. Itt megy a játék, tehát én azt mondom, hogy azért gondoljuk át ezt az apokaliptikus időt. Én szerintem ez az. Majd meglátjuk az elektromos kimadalások külföldön, a hajók ott állnak Angliába, Amerikába nem pakolják ki, és azt mondják, hogy nincs élelem. Amerikában már előre vetőmagot nem lehetett kapni, hogy a jövőre már ne lehessen elültetni dolgokat. Meg kell látni a politikát, ki kell tekinteni, ki kell nyitni. Az a vírus csak arra jó, hogy az emberek az életüket újra megnyissák, a gondolkodásukat is, elhelyezzék magukat ebbe a politikai világba. A robotika jön, az 5G-ről nem is beszélve, utána kell olvasni azoknak is. Ezek mind-mind eltervezett, szisztematikusan meghatározott. Jó? Jó, én tényleg az akkor gondolom, megyünk hogy, az összeesküvés elméletekbe. Igen, én azt gondolom, hogy nézzük praktikusan ezt a dolgot, ezt a ráereszteni a vírust a társadalomra. Hát azért ez ugye nem annyira novum, Magyarországon persze erről őszintén nem beszéltek, de tényleg ez zajlik, de hát Angliában ott ez a hivatalos politika, Svédországban ugye ez a hivatalos politika volt, tehát és Magyarországon is tulajdonképpen ez a hivatalos politika, hiszen azzal, hogy az oltás csak lehetőség, de nem push, tehát nem propagálják igazából, tehát nincs az a fajta nyomás, nincsenek oltáslottók, nincsenek olyan ösztönző rendszerek, amik az oltás felvétele felé hatnának. Hát ezzel is, mintha a magyar állam... szabadságot adnak. Igen. Két nap adni. Igen, tehát hogy minthogyha a magyar állam így ezt tulajdonképpen az egyénre, illetve hát a vállalkozásokra taksálta volna ezt az ügyet, és minthogyha titokban léteznének olyan tanulmányok, én ezt egyébként kétlem, de valószínűleg ugyanez következik egyébként a tehetetlenségből is ez a mozgás, hogy hát ez így be van dobva a gyeplő, és hát lehet, hogy ez lesz egyébként a jó, tehát én ezt nem zárom ki, hogy ha végre átfertőződik mindenki, akkor egy kicsit a nyáj az immunisabbá válik, és hát itt jön persze az oltás, ugye akkor azt, ha jól értem, doktor úr sem cáfolta, hogy az oltás egy ideig megdobja ugye az ellenanyagszintet, és az lenne ugye talán a kívánatos, én most ezt mint egyén mondom magam számára, hogy akkor kapnám el a vírust, amikor jó magas az antianyagszámom, ugye Jakab professzor mondta a múltkor, hogy hát valahogy valamilyen fertőzés. Meghaphatjuk akkor is, csak nem okoz virémiát. Tehát ugye az ornyáka ártyában, garatnyáka ártyában vígan szaporodik. Igen. De ugye Jakab professzor úrnak volt egy ilyen bombója, hogy tartsuk szárazon a puskaport, és magasan az antianyag számot, és kapjuk antitest, el. Antianyag, igen. Hát ez amikor én sajnos sok fizikát hallgattam, és igen. Tehát az antitest számot, és igen, tehát hogy így talán akkor a nyáj is jobban megúszta meg, hát főleg a társadalom, mert én például, mint azt gondolom viszonylag egészséges ember, inkább attól tartok, hogy az egészségügyi ellátórendszerben nem férek bele, hogyha valami bajom lesz, valódi bajom, akkor... Ez a kulcsszó. Tehát ettől kell, bocsánat, utána nyugodtan, igen. Nyugodtan. Tehát ugye itt az egész és ez a ráeresztés, ez egy nagyon szabályozott, egy finom hangolt ráeresztés kell, hogy legyen. Egyetértünk abban, hogy itt a végleges megoldást én szerintem nem minden orvos, nem minden virológus ért egyet velem ebben, de én úgy gondolom, hogy a nyájimmunitás, lakossági immunitás ki fog alakulni, de ez elsősorban az átfertőződés révén fog kialakulni. Annál a jelenlegi körülbelül 65%-os átoltottság, ami a 12 év fölöttiek 65%-át jelenti, tehát az oltatók 65%-át, tehát ennél lényegesen magasabb nem lesz. Tehát jelenleg ez az üvegplafon, bármilyen propaganda, bármilyen nyomásgyakorlás e fölé lényegesen nem fogja emelni az oltottsági százalékot. Tehát még... Ennek társadalmi oka van? Vagy mi a... Én most jöttem meg Spanyolországból, ott 90% fölött van, 60 év fölött 100% gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy ez a lakosság
bizalmi szintjét tükrözi, tehát azt, hogy a lakosság mennyire bízik a rendőrségben, az akadémiában, a kormányban, a pártokban, az önkormányzatban, az egyházban, a civil szervezetekben, a hajós kapitányokban, az utcán posztoló rendőrben, a postamesterben, egymásban, tehát hogy milyen a társadalmi bizalom szintje, ahol ez magas, ott magas az oltottság, mert az emberek feltételezik, hogy őket nem akarják becsapni és vágóhídra vinni, ha egyszer ez a hivatalos álláspont, akkor ez hihető. Lásd, skandináv országok, Spanyolország, Portugália, ahol ez alacsony, Ukrajna, Románia, Moldávia, Kazahsztán, ott pedig az átoltottság 30% vagy alacsonyabb, mert nincs közbizalom. Mi valahogy a félúton vagyunk, tehát ez mutatja azt, hogy körülbelül a hazai társadalmi intézményekben, egymásban, a médiában mennyire bíznak az emberek, körülbelül a két világ között félúton állunk. Na csak erre mondanék, azért gondolkozzunk el, hogy miért Európába erőltetik ezt az oltást. Afrika 2%-os átoltott, fejlődő országok 1,8%-os átoltottság. Hol van itt az összefüggés? Kína nem is oltott. Azt mondta, amikor az oltást előállította, hogy először megvárja, kipróbálják Európán, és majd utána fogja oltani. Kínában 5000 halott van mai napig. Ott lezárások vannak, de betegség nincs. Hogy jön ez? És miért pont Európát? Gondolkozzunk el. Ugye, hát, most már mennek azért, Dél-Amerika, arab országok is most már fölveszik az oltást, de politikai hatásra. Politikai hatásra. Ugye erre az a válasz, hogy Európa egy szabad, liberális térség, itt nem lezárások vannak, azért az, amikor Kínában lezárás van, az azt jelenti, hogy 10 millió embert fegyveresek a lakásukból nem engednek ki. Tehát az ott ugye egy 300 ezer embert letesztelnek két nap alatt, és megtalálnak három fertőzöttet. Afrikára az az igaz, hogy elhappoltuk előlük az oltóanyagot. Nincs infrastruktúra, és nincs igény. Hát, nincs betegség se, hát ezt nincs, is mondom. Nincs betegség. Hát India sincs. Persze, hogy nincsen, mert az átlag életkor 30 év. Tehát azok, akik nálunk halnak és betegek, azok ott már régen nem élnek. Tehát meg nem jutnak el, kitörődik azzal, bocsánat, hogy a 60 éves nagypapa esetleg meghal, amikor a gyerek ott van diftériában és különböző emésztőszervi betegségben, és enni nem tudnak adni neki. Nem az az ország gondja, mondjuk Maliban vagy Elefántcsontparton, hogy van koronavírus, vagy nincs, amikor az ebola van. Hát eltör, a koronavírus az egy jóléti államban elő, az egy first world problem, tehát a fejlett világ problémája. Persze, hogy ott oltanak ellene, mert a harmadik világban, hát bocsánat, a koronavírus, hát kit érdekel? Na de most gondoljuk már végig. Vírus. A vírus mindenkor ugyanúgy terjed. De nem ez nincsen most, meg. Ugye itt is nálunk itt eljátszák, lezárás van éjféltől, nincs vírusfertőzés. Van egy sportrendezvény, 60 ezer embert kiengedek, vagy 100-at, ott köpnek egymás arcában minden, nincs vírus. Akkor azért van. Ezen el kell gondolkozni, hogy van 100 000-es tüntetések, vagy a pápa látogatás, stb. Akkor ott miért nincs vírus? Hát, nem hallottunk, hogy egy ember is elkapta. Hát, megy föl. De nem onnan. Hát, akkor azt az újság hozna. Van kontaktus kutatás, dehogy hozza. Honnan tudjuk, hogy az a sok fertőzött, aki most esetleg nyilván van tartva, mint fertőzött, az hol kapta meg? Azért ezt tudjuk? Nem tudjuk. Azért most is, hogy hazugságra alapul az egész rendszer a PCR-tesztre. A PCR-teszt csak... elmondom, de el kell mondani még egyszer. Tehát egy hazugságra épül rendszer. Csak elmondom. Következő évtől Amerikában már nem lesz kötelező. Egy orvos írt egy cikket. Biztos, hogy nem. Hogy januártól megvette azt a gépet, 100 000 dollár volt, nem egyszerű volt, és abba már 96%-ban influenza vírus mutatott ki, rinovírust, majdnem az egész rinovírus volt, és csak 5% volt, hogy a COVID.
Érthető? Elér. Tehát most át fog rendeződni ez a PCR teszt, ez alkalmatlan, megalázó, hogy az embereknek semmi tünete nincs, karanténbe teszik, ezért voltak peres eljárások, 3 bírósági határozat van, Portugália, Ausztria, Németország, amiben szakmai bizottság elítéli, hiszen meg lehet emelni rajta a melegítési ciklus számot, és olyan értékeket állítok elő, alaló. Ilyen, ezzel nem lehet. Ez elértük az adásunk végét, tényleg nem szeretném. Nincs itt egy száfolatra, egy végső mondatra van lehetőség mindenkinek. Hogy... Akkor kezdjük, tanár úr. Természetesen a PCR vagy PCR attól függ, hogy ejtjük, abszolút megbízható, a célnak megfelelő, természetesen úgy kell használni légártis módon, ahogy az elő van írva, és ebben az esetben a vírusfertőzések diagnosztikájának legmegfelelőbb, legalkalmasabb módszere, mindennel lehet élni és visszaélni, de a PCR tesztnél jobb a vírus diagnosztikában a 21. században nem létezik. Jó, hát én csak annyit mondok, hogy Kerry Mölész ezt másként látja. Aki ezt előtt és még élt, akkor nem is engedi 50 évvel ezt. Ezelőtt mondta, hogy nem. Hát én videókat láttam még halál előtt is, egy hónappal vagy kettővel volt ilyen, amikor nem alkalmas, mondta. Jó, ennyit mondanék. A másik pedig az, hogy mivel ez jogtalan az állam részéről, hogy a vállalatokat kényszeríti meg, a munkaadókat arra, hogy elbocsássák, hiszen egy munkaadónak mi köze az ember egészségéhez? Egészségi dologba nem avatkozhat bele. Ez fölhívom minden munkaadó figyelmét, hogy ezt a rendelkezést, ezt nyugodtan fölülírhatja, hiszen őt nem kötelezhető erre, hogy egészségi jogok alapján bocsásson el valakit. Tehát ez nem. Tehát mindenki legyen, próbáljuk meg elérni, fogjunk össze, a szakszervezetek nagyon helyes, a volán, minden, együtt megpróbálni, hiszen ez nem csak az oltatlanoknak segít, hanem az azoknak is segít, aki oltott, akinek már elege van 2 oltás után, hogy kell egy 3., 4., 5., 6., 7., 10., akkor ez meg fog szűnni. Tehát az összefogást javaslom mindenkinek, és gondolják meg. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Önöknek azt, hogy végignézték. Hát ez egy beszélgetés műsor, tehát amik itt elhangzottak, azok nyilván egy beszélgetés részei, vélemények, a felszólítások, azokat persze úgy kell értelmezni, mint hogy valaki úgy gondolja, amit mond, és hát ez így rendben is van. Ahogy az elején kezdtem, hogy ezek a kiborulások, hogy állandóan megítéljük egymást, és aztán arra nagyon heves érzelmi reakciókat adunk, és hogy ez a társadalmi párbeszéd, hogy ennyire ellaposodott, vagy akár meg is szűnt, és helyette a felcsattanások jöttek el, ez valószínűleg nem kedvez, és biztos, hogy ez egy zaklatott időszak, de nem a világ vége. Higgyék el, hogy a felvilágosodás óta állandóan a világ végét harsogja a társadalom egy jelentős része, és a tények pedig nagyon egyszerűek, hihetetlenül a fejlődés. Szerintem ez a vírus is valami olyan hatalmas fejlődést indított el egyébként a tudományban, a kommunikációban, ami eddig nem is volt jellemző, teljesen új típusú oltások jelentek meg. Úgyhogy egy kicsit próbálják meg derűsen nézni, és hát főleg tájékozódjanak. Tájékozódjanak, és higgyenek a szemüknek, ne hallomásokból, hanem próbáljanak meg találkozni olyan emberekkel, akik nem feltétlenül megerősítik az önök elképzeléseit, hanem olyanok, akik esetleg új információkat is tudnak adni ahhoz, hogy mindenki felelősen döntsön. És hát mindenféleképpen nyomják a gázt, mert tudják, jövő héten is lesz végtelenül.